megyünk az áruházba, akkor fölvehetünk egy olyan szemüveget, ami segít nekünk abban, hogy tudatosan vásároljunk, amit a valós életben úgy tudunk elérni, hogyha teli hassal megyünk vásárolni, és viszünk magunkkal egy bevásárló listát, mert így nagyobb az esély annak, hogy csak azt veszünk meg, amire valóban szükségünk van. A Tudatos Vásárlók Áruháza egy olyan installációs összesség, amit a Tudatos Vásárlók Egyesülete azért hozott össze, azért állított össze, hogy bemutassuk azt, hogy mit gondolunk mi arról, hogy hogyan lehet ma a fogyasztói társadalomban egy kicsit fenntarthatóban élni. Attól áruház, hogy másként működik egy múzeum, hogy egy múzeumban nem lehet megfogni a műtárgyakat, ez alapszabály. Itt viszont mindig lehet fogni, amihez hozzáférünk, ki lehet próbálni, felírhatjuk, tehát tényleg termékként viszonyulhatunk hozzájuk. Egész egyszerűen így nagy játszótér, amiben tanulni is lehet. Az élelmiszer osztályon olyan zöldségekkel és gyümölcsökkel lehet találkozni, amiknek az ide szállítása az nem okoz környezeti terhelést, tehát a közelben termesztették őket. Fele részben komoly, fele részben geg, de mindaz, amiről szól a kiállítás, az véresen komoly. Ez egy uborkával dúsított víz. Lugosít. Én igazából itt, mint népszerűsítő vagyok, tehát én a kóstoltatásért felelek. Te nem vagy egy tudatos vásárló? A szó szoros értelmében nem. Néha bemegyek egy boltba, és a végén nem veszek semmit, mert úgy kétségbe sem, hogy minden be van csomagolva, minden, tudom én honnan jött. Mitől lesz valaki tudatos vásárló? Úgyhogy itt nagyon sok dimenziója van a tudatos vásárlónak, ebben benne vannak a különböző problémáknak a megelőzése, és benne van a problémáknak az orvosolása is. Ugye a problémáknak a megelőzését teszem előre, tehát ilyen például mondjuk a hulladék megelőzés. Viszek nejlonzacskót, amit általában megpróbálnak elutasítani, hogy nekik is van, én megmondom, hogy de nekem is van. Nem szabad csapkodni. Mi az, amit semmiképp nem veszel? Hát, az változó kínai terméket nem nagyon. Miért? Hát, mert szállítják elég messziről. Mondjuk a ruhát azt így kb. Alig veszek, vagy így cserélgetünk, de ha mást akar venni az ember, az tuti kínai. Az iparcikk osztálynak ezen a részén azokat a berendezési tárgyakat látjuk, amelyeknek a takarékos használatával nagyon sok, megint csak energiát tudunk megtakarítani. Egész a Békés megye éves ivóvízkészletét meg lehetne takarítani, hogyha Magyarországon mindenki, teszem azt, elzárna a csapot fogmosás közben.